Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket, az online nézőket és az itt megjelenteket. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem, mint mindig, elragadó feleségem. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Lagzi Böve vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 8-es szintű házaspárja, tehát vannak rajtunk kívül többen is. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem, ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Békés Csabáról érkeztünk, ott élünk elragadó feleségemmel. A PPH előtti foglalkozásom, hát géplakatos, gépszerelő volt a szakmám, ezen kívül rengeteg mindenben kipróbáltam magam. Voltam vállalkozó, alkalmazott sok helyen. Kipróbáltam magam, de mára már egy KFT tulajdonosaként együtt építjük feleségemmel fő tevékenységben a PPH tanulói és üzleti csapatát. A mai előadásunkat egy különleges képességű és tudású szakember fogja tartani. Hatalmas tudását és tapasztalatait úgy tudta megszerezni, hogy 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. 1991 óta képezi magát folyamatosan, úgy, hogy nem sajnálta a pénzt a tudásba való befektetésbe, és amit megtanult, gyakorolni is tudta a saját maga által létrehozott csapaton. Ezáltal óriási tudást és tapasztalatot tudott szerezni az ember és az élet működése területén. 14 cég alapításában vett részt. A PPH-t 30 évvel ezelőtt alapította. Vezetésével 4 különböző területen értünk el piacvezetői pozíciót, úgy, hogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Ez egyedülállóvá teszi őt a bolygón. Én a mai napig nem találkoztam még egy ilyen különleges emberrel, mivel anyagi területen is piacvezetői pozíciót ért el, és a vezetése által jelenleg is piacvezetők vagyunk a szellemi területen. 9 éve van szerencsém őt személyesen is ismerni, azóta tanulok tőle. Kivételes kitartással és céltudatossággal rendelkezik. Ő nem egy olyan tanító, aki bort iszik és vizet prédikál. Ő úgyis éli az életét, ahogy nekünk tanítja. Részben ennek is köszönheti sikereit. 39 éve él boldog házasságban feleségével Mariannal. Nem mindig volt így, de sokat tettek azért, hogy így legyen. Ebben is jó példát mutatnak nekünk. Bármilyen tevékenységet végzett, mindig azzal az indítatással tette, hogy embereken segítsen. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Képes volt az életét egy nagy célnak alávetni. Életküldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy együtt létrehozzunk egy elnyomásmentes új társadalmi formát, az aranykort. Ehhez a küldetéshez segítséget is kap az égiektől. Amióta itt tanulok, ezt már számtalanszor megtapasztaltam. Tanításait közvetlen égi forrásból adja át, ezért nagyon érdemes rá odafigyelni, főleg azokra a tanításaira, amik a jövővel kapcsolatosak, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Szeretném megkérni alapítónkat, vezetőnket, mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkós, hogy jöjjön és tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Mi baj van a jelenlegi világgal? Rossz irányba halad? Mióta látni nyilvánvalóan, hogy rossz irányba halad? Covid óta? 2020 óta? Tehát addig hogy haladt? Rossz irányba? Ilyen burkoltan, nem?
És valahogy ez most 2020-tól nyíltabb lett. Nem? Már nem titkolják. Már nem titkolják, így van. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy mikor voltunk körülbelül olyan 500 millióan a bolygón? Nem olyan nagyon régen. Nem olyan nagyon régen voltunk, mert mondjuk olyan a 1800-as évek. Tehát nem olyan rég. Tehát nem olyan rég, és azóta ugye most már 8 milliárdon vagyunk, tehát ami azt jelenti, hogy elkezdődött ilyen duplázódás. Na most ugye tudjátok, hogy akkor is voltak gazdag emberek, amikor ugye 500 millióan voltunk a bolygón. És mitől, tehát mi a legnagyobb problémájuk a gazdagoknak? Nem tudom, tudjátok? Hát a félelem. Mitől félnek a gazdagok? Nem csak annyit. Hát mit csináltak a gazdagokkal ott az 1700-as, 1800-as években? Le is fejezték őket, így van. Tehát megölték őket a szerte a világban. Tehát ha megnézed, a gazdagok mitől félnek? Attól félnek, hogy elveszik a vagyonukat és megölik őket. Oké? Okay? És mindig a gazdagok, ugye az elmúlt 100-150 évben, ugye folyamatosan azóta, mióta ez megtörtént, azóta egy fokozott félelem van bennük, hogy ugye a történelem ismétli önmagát, hogy megismétlődik az, hogy az emberek ugye fogják és elveszik a vagyonukat, illetve meg is ölik őket. És hát nyilván gondold végig, hogy mikor 500 millió ember volt, az egy nagyon kis töredéke annak, ami most van. És ha mondhatjuk azt, hogy az ilyen ultragazdag emberek nincsenek többen, mint akkor. Csak sokkal nagyobb a vagyonuk. Sokkal nagyobb a vagyonuk, és viszont a hozzájuk képes szegény ember az sokkal több. Tehát most a sokkal több hozzájuk képes szegény ember az sokkal nagyobb veszélyt jelent az ő számukra. Tehát gondold végig, Amerikában volt egy olyan ilyen építmény, egy ilyen kolosszális, gigantikus kő építmény, amire bele volt vésve, vagy rá volt írva, mit tudom én, hogy az emberiség létszáma az 500 millióra csökkentendő. Oké? Okay? Amit ugye a múltkor valami nagy ilyen buldózerekkel leromboltak, nem olyan rég, de ott volt, nem is tudták, hogy hogy került oda, senki nem tudja, de ott volt. Na most, gondoljátok végig, ha nekik van egy olyan hatalmas félelmük az ultragazdagokról, gondolok, hogy elvesztik a vagyonukat és megölik őket, akkor mi lehet nekik a tervük az emberekkel kapcsolatban? Hát, hogy mindent elkövetni, hogy ezt ne tegyék meg. Mi a legjobb módszer erre? Hát, hogyha ők megteszik azt, hogy az emberek ezt ne tudják megtenni. Ugye hogy? Hát nyilván nyíltan hogy lehet ezt megtenni? Nyíltan nehéz, mert akkor nyíltan tennék meg, akkor az emberek ellenszegülnek. Világos ez? De ha burkoltan teszik meg, akkor az emberek erről nem tudnak. De hogy lehet ezt burkoltan megtenni? Hát okos, értelmes emberekkel nem lehet burkoltan megtenni, mert rájönnek. De akkor mit kell tenniük? El kell érni azt, hogy az emberek elbutuljanak. Hogyha az emberek elbutulnak, akkor rejtetten meg tudják azt tenni, amit ugye terveznek, ugye már régen, hogy az emberiség lélek számát az töredékére csökkentsék. Azért, hogy ne legyen félelmük. Tehát gondold végig, tök világos, egyértelmű dolog.
hogy a gazdagoknak a legnagyobb problémájuk az, hogy félnek attól, hogy a szegények elveszik az ő vagyonukat, és megölik őket. Oké? És minél több az olyan ember, aki szegény hozzájuk képest, annál nagyobb a félelmük, hogy ez meg fog történni. Tehát nekik mi a teendőjük ilyenkor? Elérni azt, hogy ne történjen ez meg. Kétféleképpen lehet ezt elérni. Amit egy darabig csináltak, de ez most ellehetetlenült. Mit csináltak? Azt, hogy megpróbálták elérni, hogy az emberek viszonylagos jómódban éljenek. És ha egy ember viszonylagos jómódban él, akkor nem akarja elvenni a gazdagnak a vagyonát. Oké? És nem akarja megölni a gazdagot. De ahogy az emberek szegényednek el, már pedig szegényednek el, úgy egyre nagyobb annak a rizikója, hogy ez meg fog történni feléjük természetesen. Tehát ezért ugye nekik rá kellett kapcsolniuk arra, hogy, burkoltan csökkentsék az emberek lélekszámát itt a bolygón. Világos ez? Na most akkor nézzük tovább. De hát ugye miért kezdett el csökkenni az emberek életszínvonala? Hát mert mivel ugye érték el azt, hogy magas legyen az életszínvonal? Kisebb kizsákmányolással, tehát alacsonyabb szintű kizsákmányolással érték el, és hitellel érték el. Ugye a hitelt üzleti megfontolásból adták az embereknek. Nem szociális megfontolásból, üzleti megfontolásból, hogy milyen jó lesz, majd az emberek szépen törlesztik nekik a hiteleket, és akkor abból is még gazdagabbak tudnak lenni. Csak ugye az emberek túlvállalták magukat a hitelekben, ez földön így van, és a jelenlegi adósság állománya a Földnek bolygószinten olyan magas, hogy visszafizethetetlen. Ami azt jelenti, hogy a szakemberek erre azt mondják, hogy akkor kinek tartozunk? Marsiaknak? Vagy kiknek tartozunk? Hogyha már nem lehet visszafizetni, tehát a Földön nem áll rendelkezésre annyi pénz és egyéb eszköz, hogy ki lehessen fizetni azt a hatalmas adósságállományt, amivel az államok és a lakosság rendelkezik. Oké? Tehát nem lehet kifizetni. Ezt mondom, nem hiszem, nézz utána. Tehát ez, ebben nincs semmi szellemi dolog, ez sima számok. Tehát sima számok, utána tudsz nézni az interneten. Annak, hogy mekkora brutál, tehát a, mit tudom én, a trillió dollároknak a hányszorosa az adósságállománya a bolygónak. És akkor kinek tartoznak? Érted? Az emberek. Kinek? Na most ez a két dolog van. Ugye az egyik az, hogy, megpróbálták elérni az embereknél, hogy jó módban legyenek, ezt úgy érték el, hogy kevésbé zsákmányolták ki őket, és adtak az embereknek hitelt. Na most, de a kizsákmányolás megnőtt. Miért nőtt meg a kizsákmányolás? Na, annak is nagyon egyszerű oka van. Mert bejött a gépesítés, tehát az olyan szintű gépesítés, amit úgy hívnak, hogy robotizáció. És a robotizáció révén az emberek munkája az leértékelődött. Tehát leértékelődött. Tehát egy cég,
választhat, hogy robotizál, vagy emberekkel dolgoztat. De ha emberekkel dolgoztat, akkor neki úgy éri meg, hogy ne robotizáljon, hogyha viszonylag keveset fizet nekik. Világos ez? Mikor nem volt ilyen szintű a robotizáció, akkor megérte embereket foglalkoztatni. Most a robotizáció az olcsóbb, mint az emberek. Kivétel, hogyha az embereknek kevesebbet fizet. Na most, ha az embereknek elkezd egy vállalkozó kevesebbet fizetni, akkor azzal az a baj, mondjuk egy cég elkezd kevesebbet fizetni, hogy esetenként a dolgozók fellázadnak. Tehát ezért nem kevesebbet kell fizetni a dolgozóknak, a cégeknek, és itt elsősorban a multik határozzák meg ezt a dolgot, illetve a multik tulajdonosai, mert a multik tulajdonosai azok a legnagyobb munkáltatók, azok vannak leginkább jelen a tőzsdén, és azok mozgatják a legtöbb pénzt. Na most akkor nézzük meg ezt a hármas dolog, hogy hogy függ össze. Tehát, hogy ők dolgoztatják a legtöbb embert, adnák a legtöbb munkahelyet, a legtöbb pénzzel rendelkeznek, és a tőzsdén is ők a legnagyobb befektetők, ez úgy függ össze, hogy el tudják érni azt, hogy infláció legyen. Hogy lehet ezt elérni? Tőzsdén manipulálással lehet elérni azt, hogy infláció legyen. Ha infláció van, és az meghaladja a fizetésemeléseket, akkor az azt jelenti, hogy ők egyre kevesebbet fizetnek, de a dolgozók nem szólhatnak egy szót se, mert emelkedett a fizetésük. Oké? És ezáltal elérik azt, hogy a dolgozók csendben maradjanak, de a pénzük értéke csökkenjen, lehessen hivatkozni az inflációra, amit ők gerjesztettek. Oké? Közben ők vagyonosodnak, mert ugye egyre kevesebbet és kevesebbet fizetnek értékben. Oké? Tehát megnövelték a kizsákmányolást. Világos ez? És így nőtt tehát a kizsákmányolás. Mit csinálnak az emberek? Mikor jólét volt? Mikor volt a legnagyobb jólét a világban? A 70-es, 80-as években? Nem most. A 70-es, 80-as. Tehát a legjobb lét akkor volt, a 70-es, 80-as években. És azóta romlik a tömegek jóléte. A 70-es, 80-as évek óta. És ugye hogy, tehát egy jólétből visszaesni az emberek nem szeretnek. Ezt ugye bizonyára tudjátok. Ezért mit csinálnak? Vásárolni amúgy még inkább szeretnének, mert jólét, minél jobb létben van egy ember, minél nagyobb a jóléte, ugye most nem a jobb létre szendörülésről beszélek, tehát minél nagyobb a jóléte, nyilván annál többet fog vásárolni, annál több pénzt fog elkölteni, és ezt megszokja, mert volt elég idejük, 20 év, hogy megszokják az embereket ezt. És ugye letelt ez a mondjuk durvá 20 év, és mivel biztosítják ugyanazt az életszínvonalat az emberek? Hitellel. És akkor itt a kör bezárult. És akkor egyre kevesebbet ér a fizetésük, ami azt jelenti, hogy csökkenti az életszínvonalat, egyre több hitelt kell visszafizetni, ami szintén csökkenti az életszínvonalat, tehát elindult egy általános világszintű életszínvonal csökkenés. Oké? És ez azt jelenti, hogy ez ellen ők nem tudnak csinálni semmit. Ezért terveznek olyanokat, hogy akkor vezessenek be egy újabb segélyfajtát, a milyen jövedelem?
alapjövedelem, igen, mindig elfelejtem ezt a szót, ezt az alapjövedelmet, ezt ilyen olyan formában ugye próbálkoznak, hogy hogy kellene ezt bevezetni. Jó, ezt tervezgetik, mindegy, ez még ugye a legtöbb esetben, és főleg a legtöbb országban ez még ugye tervezett szinten van, de nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy átlássátok, hogy egyre nagyobb ez a, egyre jobban nyílik az olló. Tehát egyre gazdagabbak a gazdagabbak, egyre szegényebbek az átlagemberek, tehát hozzájuk képest az átlagemberek azok nagyon szegények, érted? Tehát hozzájuk képest nagyon szegények, tehát gondold végig, a régi királyokhoz képest a koldusok közt nem volt akkora különbség, mint most az ultragazdagok és az átlagemberek között, érted? Tehát még mondjuk 150 évvel ezelőtt a királyok és a koldusok között nem volt akkora különbség anyagi szempontból, mint most az átlagemberek és az ultragazdagok között. Csak most az ultragazdagokat jellemzően nem királyoknak hívják. Oké? Tehát nyílik az olló, és minél jobban nyílik ez az olló, tehát minél nagyobb távolodnak el anyagi szinten az emberek a gazdagoktól, annál nagyobb a gazdagoknak a félelmük arra, hogy egyszer csak fogják és a szegények elveszik a vagyonukat meg az életüket. Tehát ezért mindent elkövetnek és el fognak követni, hogy minél kevesebb legyen a lakosság lélekszáma bolygószinten. Oké? Ez nem összeesküvés elmélet, ez úgy hívják, hogy logikus gondolkodás. Oké? És ha megnézed a törekvést, ami van a világban, ezt, amit most elmondtam, teljesen alátámasztja. Na most, de ezt úgy lehet megcsinálni, hogy minél tudatlanabb embertömegeket kell gyártaniuk, idézőjelben a gyártás szót természetesen, hogy ezt meg tudják csinálni. Minél jobban el kell butítani az embereket, hogy ezt meg tudják csinálni. Minél jobban pénzelni kell azokat a személyeket, csoportokat, üzleteket, vállalkozásokat, amik arra törekednek, hogy az embereket elbutítsák. Világos ez? És erre komoly pénzeket fizetnek ki az elbutító egyénekre, elbutító szervezetekre, elbutító cégekre. Komoly pénzeket. De van miből nekik. Tehát nekik mondjuk egy ilyen komoly pénz az olyan, mintha te vennél egy hamburgert. Érted körülbelül? Szóval, lényeg az, hogy ilyen világunk van. Tehát ez nem ijesztgetés, ezt úgy hívják, hogy ébresztés. Ébredj már föl, hogy mi lesz veled a következő években. Ébredj föl, föl kellene ébredned. Oké? Tehát amit én mondok évtizedek óta, tudjátok mikortól? Olyan 94-95, mondjuk maradjunk a 95 évelejétől. Jó? Amit mondok 95-től, az abban most itt vagyunk már. Tehát hogy mi lesz, mi várható, az abban most itt vagyunk. Oké? És mindig, amikor mondtam a múltban 95-től, akkor sokan megmosolyogtak. Milyen hülyeségeket beszél ez a szedlacsik. Oké? Szóval, na most, ha valaki azt gondolja, hogy ha így folytatódik minden, akkor javulás lesz.
Hát óriási tévedésben van. Tehát, hogy tudják elérni az emberek lélekszámának a csökkenését? Hadd beszéljek erről. Ugye, ha valaki nincs tisztában azzal, hogy ugye a nagyüzemű élelmiszergyártásban mennyi méreganyagot raknak be az élelmiszerbe, akkor jó lenne, hogyha ennek utána nézne. Jó? Egy. Ez az egyik. Kettő. Elérik az embereknél, hogy mindenféle gyógyszereket szedjenek. Oké? Ami az immunrendszerüket javítaná, azt meg elérik, hogy az emberek minél inkább ne fogyasszák. Oké? Akkor ugye a gyógyszer mellékhatásában halnak meg az egyik legtöbben a bolygón. Akkor nézzük tovább, jó? Mit csinálnak még? Ugye az ember szervezete olyan, hogy képes regenerálódni, és képes arra, hogy alkalmazkodjon a környezeti változásokhoz. És ezt ugye egy minél jobb állapotban lévő ember, valaki, annál könnyebben tudja megcsinálni. Minél rosszabb állapotban van, nyilván annál nehezebb ez a regenerálódás, ez az alkalmazkodás. Természetesen. Tehát egy jó állapotú ember ugyanabban a helyzetben sokkal hamarabb egészséges lesz, egy rossz állapotú ember meg sokkal tovább lesz beteg. Szóval ezt most azért mondom, hogy ezzel úgy tisztában legyünk. Tehát szépen elérik az embereknél, hogy ugye több hatás együtt létéből egyre hamarabb feldobják a talpukat. Például olyan hatás, hogy mit tudom én, mondjuk olyan dolgokat permeteznek be a légkörbe, ami vegyszer és egészségre ártalmas. Tehát maradjunk, hogy nem vegyszer, hanem egészségre ártalmas. Mert mondjuk az alumínium az nem vegyszer, az éppen elég, hogy egészségre ártalmas. Csak mondtam egy szert. Oké? Csak egy szert. Egy fémet, egy fémről beszéltem. És a fém bejut a szervezetbe, mondjuk egy alumínium, bejut a szervezetbe, mit tudom én mondjuk úgy, hogy nem egy darabba, hogy fogod kikakilod, érted? Hanem úgy, hogy ott marad bent, érted? És akkor az ártalmas a szervezetre. Tehát ugye ellátnak mindenféle olyan anyagokkal, ellátják az embereket a levegőn keresztül, a vízen keresztül. Tehát mit tudom én, mondjuk vannak olyan országok, ahol a vízbe beleraknak fluort. Fluort. A fluor pedig idegméreg. Jó? Van, aki csak a fogát mossa fluoros fogkrémmel, van, aki még fluoros vizet is iszik. Jó? Tehát szépen fokozatosan ugye a tudatlan ember az nem nézi meg, hogy mi mit tartalmaz, csak megveszi, mert az az olcsó, érted? És mit számít az, hogy bárki is mit mond neki. Szóval nézzük tovább. Akkor mit csinálnak még? Akkor kitalálnak olyan dolgokat, tudom én, hogy ami népirtást idéz elő, például, hogy az emberek féljenek valamitől, nagyon-nagyon féljenek, és a félelmükben főleg az idősek azok bele is halljanak, meg a betegesek bele is halljanak a félelmükbe. De szó szerint. Tehát ezt szó szerint értsétek. Akkor csinálnak olyanokat, hogy háborúkat, háborúkba ugye lehet írtani az embereket. Most senki nem tudja, hogy például itt az ukrán-orosz háborúban pontosan hány ember halt meg, de hogy százezrek haltak meg, az biztos. Oké? Szóval lényeg az, hogy a gyerekek, népirtás van, burkoltan. Ja? És
A tudatlan ember az nem látja ezt át. A tudatlan embernek ez tök normális. És akkor azt mondja, hogy tök normális az, hogy ha mindig is voltak háborúk. Aha, jó. Mi az, hogy mindig is? Hol voltak olyan háborúk, ahol százezrek vagy csak milliók haltak meg? Érted? Hol voltak ilyen háborúk? Volt a második világháború, első. Érted? Volt egy-egy ilyen nagyobb, mondjuk a vietnámi, vagy a koreai. Érted? De nem voltak ilyenek. Tehát nem voltak. Nem volt olyan háború, mint itt az ukrán háború, ahol szó szerint már százezrek haltak meg. És nem civil lakosság. Tehát nem a civil lakosság halt meg, hanem katonák, érted? Vagy olyan civilek, akik katonai objektumokon dolgoztak. De hát akkor miért dolgoztak katonai objektumokon? Nem kellett volna. Jó, tehát lényeg az, hogy ez a népírtás része, nem tudom, világos-e. És ez azt jelenti, hogy lehet arra számítani, hogy lesznek további országok, ahol háborút fognak gerjeszteni azért, hogy írtsák a népet. Oké? Ha megnézed, a háborúban lehet, hogy többen haltak meg itt a két év alatt, mint a Covid-ban. Érted? Tehát gyorsabb az elhalálozás. Minél több háború van, annál gyorsabb az elhalálozás. De az emberek ezt nem látják át. Tehát most gondold végig, mit tudom én, egy tudatos ember, az például nem megy el katonának. Az nem megy el katonának. Nyilván más, hogyha besorozzák, érted, kötelezően, de akkor előtte meglép, mielőtt besoroznák. Világos ez? Fogja és átkötözik a világ másik felére. Azt sorozzátok be az anyátokat. Világos ez? Szóval, gondold ezt végig. Tehát egy olyan világban élünk, ahol azt fogod látni, és már azt látod, hogy az emberek hullanak, mint a legyek. Érted? Tehát én azt évek óta mondom, hogy itt ez lesz a legnagyobb problémád, hogy a környezetedben hány ember fog meghalni. Érted? Tehát ha semmi másról nem beszélünk, csak arról, hogy hova halad a világunk, érted? Tehát nem beszélünk arról, hogy miért halad a felé, meg csak az, hogy hova halad a világunk, akkor nem gondolod, hogy kellene valamit tenni, hogy ne ide haladjon? Nem gondolod? Tehát van egy tudomány, több mint 2000 éves tudomány, illetve kettő, van, ez egyiket úgy hívják, hogy asztrológia, a másikat úgy hívják, hogy numerológia, ezek testvérek egymásnak, mind a kettő ősi tudomány. Na most az asztrológiában, vagyis a numerológiában tudni kellene azt, hogy mennyit határoz meg egy ember életében az évszám. Tehát például egy embert milyen mértékben tud befolyásolni a saját születési dátuma. Tehát a saját születési dátuma az mindenkinek a sajátja, az mindenki születésénél fogva hozta, de a nevét azt kapta. Tehát a neve közel nem olyan befolyással bír egy egyére, mint a saját születési száma. És a számoknál miért ugye fontos az, mert a számoknak energiája van. Tehát a számok olyan, mint a szimbólumok. Hogy a szimbólumoknak energiája van. Tehát a számoknak is, számok is ugyanúgy működnek, a számoknak szimbolikus energiája van. 9 számunk van, 1-től 9-ig, és mindnek más és más a szimbolikus energiája. Minden kivétel nélkül. 2-ről fogok beszélni. A számoknál mindig az határozza meg az energiát, amelyik szám elől van. Az képvisel a legnagyobb energiát. Mindenütt. A nevedben is az első betűdnek a szám
energiája meghatározó. Ugye a betűknek is van számenergiája. De gondold végig, ha betűknek van számenergiája, akkor számoknak még nagyobb energiája van, mint a betűknek. Jó? Tehát úgy kezdődik mindenkinek a születési dátum, aki a múlt században született, már pedig az emberiség nagy része az a múlt században született, mindenkinek úgy kezdődik, hogy egy, ezerre, tehát ezerre. Oké? Tehát 1900, utána jön egy 9-es, stb. Stb. Oké? Akik 2000 után születtek, 2000-től születtek, azoknak nem egyessel kezdődik a születési dátumuk, hanem kettese. Oké? Na most, a egyes és a kettes tökéletesen ellentétes energia. Teljesen. Tehát a legjobban az egyes és kettes közti különbségeket lehet látni a számokban. Tehát nincs még két olyan szám, ami annyira ellentétes lenne, mint az egyes és a kettes. Jó? Tehát ez a két szám, ami a leginkább ellentétes. És tudjátok, mi az egyes? Az ego, az én száma. Tehát, hogy én fejlődök, én teszem meg ezt, stb. Stb. Én rólam szól a történet. Ez az egyes. A kettes pedig tudod minek a száma? Az együttműködés száma. Oké? De az együttműködésben nem az van, hogy én, hanem az van, hogy együtt. Érted? Tehát az a én-én-énnek mindig az ellentéte az együttműködés. Érted? Tehát az az egyén, aki én-én-én, az nem képes az együttműködésre. Az az egyén, aki képes az együttműködésre, az képes az együttműködésre. És 2000-től, mivel a 2000-rel kezdődik az évszámunk, ezért mindenkire vonatkozik az, hogy együttműködés energiája jelen van. Mit jelentett a múlt századra nézve? Én éltem a múlt században, az életem nagy részét a múlt században töltöttem el. Azt jelenti, hogy aki ezzel a majd én megmutatom, majd én, stb. Stb. Tudott tökéletesen boldogulni a múlt században. 2000-ig. 2000-től azt tud boldogulni, aki tudja azt, hogy együtt kell működnöm. Meg kell tanulnom együtt működni másokkal, mert különben nem fogok tudni boldogulni. Fogalmuk nincs az emberek nagy részének erről. Halvány lila dúsztja nincs, továbbra is úgy működik, hogy én, majd én megmutatom, milyen fasz a gyerek vagyok, érted? És akkor csodálkoznak, hogy ez nem sikerül. De nem tanulnak meg együttműködni. Oké? Pedig a 21. században, mivel 2000-rel kezdődik, ráadásul úgy működik, hogy az egyes és a kilencesnek az energiája valamilyen szinten ellentétes. Nem annyira, mint az egyesnek a kettes, egyes és a kettesnek. Ezáltal az 1900-as évek energiája nem volt olyan erős, mint az 1800-as évek energiája, mert a 8-as például az egyes energiáját erősíti. A 9-es az az egyes energiáját csökkenti. Na most viszont a 2-es évben a 2-es energiáját a 0 az a sokszorosára erősíti föl. Ami azt jelenti, hogy ráadásul még 2000 után, vagy 2000-ben 3-0 erősítette a 2-est. Oké? Például 2010-ben is 2-0 erősítette a kettest. 2020-ban is 2-0, sőt ott még egy kettes. Tehát most
2023-ban vagyunk, ahol kettő darab kettes van. Az első kettest erősíti a nulla, kb. Ugye tízszeresére szokta erősíteni, plusz még kapunk oda még egy kettest, tehát ebben a 20-as években nagyon együtt kéne működni másokkal. Erre te mit csinálsz? Civil emberként, majd én, ego. Oké? Na most, az emberek ezt nem tudják, fogalmuk nincs. Akik itt tanulnak, mondjuk tudják. Szóval lényeg az, legalábbis tudniuk kellene. Lényeg az, hogy ez egy másik dolog, egy másik része az egésznek. Érted? Tehát ez úgy működik, minden ember úgy működik, hogy ha azt csinálja, amilyen energiát kap, és nem az energiák ellen dolgozik, akkor jól érzi magát a bőrében, és szépen alakul az élete. Ha az ember olyan dolgokat csinál, ami ellentétes a kapott energiákkal, akkor baromi rosszul fogja érezni magát. Miért? Mert ellenfeszülnek az energiák. Tehát ez olyan, mintha menni előre, és közben hátulról húznának vissza. Érted? Tehát az energiák úgy működnek, hogyha kapsz egy energiát, és az ellen dolgozol, akkor húz vissza. Akkor húzod magad vissza. Ha kapsz energiát, és azzal dolgozol, azzal az energiával, olyan, mintha tolnának előre. Érted? Óriási különbség. Óriási különbség. Az embereknek fogalmuk nincs erről. Fogalmuk nincs. Fogalmuk nincs, hogy olyan dolgot kellene művelni az életükben, ahol együtt kellene működni másokkal. És akkor azt mondják az emberek, ha hát én együtt működök másokkal, mit tudom én, baráti találkozókat szervezek, mennyit bulizunk a haverokkal, az számára az az együttműködés. És azzal, hogy megkérdezném, mit javul a világ? Mennyivel lesz jobb a világnak, hogyha te bulizol? Tehát itt van egy olyan világ, ami megy a saját hullámsírja felé. Szó szerint. Tehát az emberiség az halad a saját halála felé. A saját pusztulása felé. Tehát itt nem kell semmi külső körülményt nézni. Annyira elbutultunk, annyira nem tudjuk, hogy mit kellene csinálni, mi emberiség, annyira nem tudják az emberek, hogy mit kellene csinálni, hogy saját sírjukat ássák az emberek, szó szerint. Tehát itt nem kell semmi olyan dologról beszélni, hogy mi miatt, mi várható, stb. Mármint úgy értve, hogy spirituálisan. Ez tiszta, egyszerű anyagi világ. Bárki láthatja, hogy nehezül az emberek többségének az életszínvonal, mindent elkövetnek, hogy minél hamarabb megmurdelj. Érted? Minél hamarabb. Ennyi. És akkor kellene egy kis tudatosság hozzá, hogy ráállás ezekre a dolgokra. Azt hiszik az emberek, hogy az a legjobb politika, hogyha homokba dugják a fejüket. A legjobb politika, struc politika. Ha nem tudok semmiről, akkor az nem fáj. De hát ez saját bőrödön fogod érzékelni azt, amikor mondjuk beoltattad magad háromszor, mondjuk Pfizerrel, és akkor minden bajod lett. Érted? Csak most mondtam egy példát. És nem magadtól oltattad be magad, hanem rábeszéltek. Oké? Okay? És akkor mondhatod, hogy nem rábeszéltek, hát kötelező volt. És az nem rábeszélés? Nekem nem volt kötelező. Hát hogy van az, hogy egyiknek kötelező, másiknak nem? Hát miért választotta olyan munkáját, amelyik kötelező? Oké? Okay? Tehát gondold végig, csak mondok egy dolgot. Miért választottál egy olyan munkahelyet, ahol az államot szolgálod? Ha? Jó kérdés, nem? Lehet, hogy most mondja valaki, hogy hát de nekem a munkahelyem nem is állami volt, mégis köteleztek. Hát miért mentél olyan munkahelyre dolgozni? Hm?
De ugye a legtöbb, aki kötelezően beoltotta magát, az állami cégnél dolgozott. Oké? Tehát miért szolgálsz egy elnyomó hatalmat? Miért kell elnyomó hatalmat szolgálni? Ja, mert te is elnyomó vagy. Vagy azzal akarsz válni, vagy mi a manó? Ezt csak úgy kérdezem. Hogy mellékesen. Jó? Tehát gondold végig, az állam látszólag elnyomó szervezet, nem? Hát figyeld, ha nem elnyomó szervezet lenne, akkor nem lenne szüksége katonasságra, meg rendőrségre, meg adóhatóságra. Oké? Tehát az elnyomó szervezeteknek van szükségük karhatalomra és elnyomó egyénekre. Nem? Vagy rosszul látom? Tehát akkor ezáltal, mivel ilyenek nekik vannak, ezért elnyomó szervezetek, vagy nem? Na most akkor nézzük tovább. Tehát látszólag úgy látod, hogy az állam az elnyomó. Aha. De az állam az csak kiszolgálja a nagyhatalmakat. Milyen nagyhatalmakat? A nagyhatalmú családokat. Oké? Akik totál elnyomók. Akik azon gondolkodnak, azon a törik a fejüket 150 éve, érted, hogy hogy kellene az embereket írtani. Szó szerint. Ezért befészkeltek, megvásároltak embereket, és gyakorlatilag az államot használják föl eszközül az elnyomásra. Tehát ha te nem szolgálnál senki az államot, akkor gyakorlatilag az elnyomó szervezet így omlana össze. Világos ez? És az emberek simán akkor is megvédenék magukat, mert fognák és egy települést csinálna magának védekezést. Világos? Például az ellen, hogy kirabolják őket. Nem kellene központi elnyomó szervezet. Oké? Jó? Mindegy, ezt csak úgy mondom. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy el kellene gondolkodni, hogy mi lesz veled a jövőddel. Mi lesz a gyerekeid jövőjével, unokáid jövőjével. Egy olyan világban, ahol ha megnézed a 8 milliárdhoz képest az 500 milliót, az hány százalék? Nincs 10 százalék. Tehát akkor az azt jelenti, hogy az emberek 90-valahány százalékát ki akarják írtani. Ezt tudod, mit jelent? Ez 10-ből több mint 9 embert ki akarnak írtani? Akkor mondjuk azt, hogy 100-ból több mint 90-et. Ugye akkor úgy egyszerűbb. Hát fél embert hogy akarnak kiírtani, tudod? Világos ez? És ez nem utópia. Gondolkodj, gondolkodj. A gazdagoknak az elmúlt 150 évben a legnagyobb félelmük a szegények. Hogy a szegények elveszik a vagyonukat és ki megölik őket. Érted? Mióta ez? Mióta volt a nagy francia forradalom? Oké? Azóta. Mert az bebizonyította, hogy ez hogy működik. Oké? Tehát ez nem egy hamis elképzelés, tényekkel alá van támasztva az elmúlt pár év. Mutatja a tényeket. Világos? És mondom, ezt simán meg tudják csinálni a buta, tudatlan emberekkel. Miért? Hát mert azok fogják és homokba dugják a fejüket. Mert sok tudatlan ember azt gondolja, hogy az a legjobb megoldás, ha nem tudok róla, nem fáj. Oké? Tehát mi az, ami 90-es években tanították nekem,
hogy minden helyzetre, amit szeretnénk rosszat megakadályozni a jövőre nézve, arra egyetlen egy megoldás van. Az pedig a tudás. Nincs más megoldás. Tehát nem az a megoldás, hogy most akkor fogjunk fegyvert, randalírozzunk, tüntessünk, meg mindenféle baromságot csináljunk, meg ne fizessünk adót, meg ilyenek, amit kitalálnak, érted? Nem ez a megoldás. Az a megoldás, hogy ne legyél átverhető. Oké? Ahhoz, hogy ne legyél átverhető, olyan közösségbe kellene lenned, olyan közösségbe kellene járnod, ahol nem átverik az embereket, hanem tudatosítják. Oké? Nem tudom, hány ilyen közösséget tudsz, ahol az embereket tudatosítanák, és olyan áron tudatosítják, ami bárki számára megfizethető, nem tudom, mennyit tudsz ilyet a bolygón, és nem tudom, tudsz-e olyan közösséget, amelynek az a célja, hogy mentsük meg az embereket, és mentsük meg az emberiséget. Tehát nem a bálnákat, meg a, mit tudom én, a tigriseket, nem, meg az oroszlánokat, meg az elefántokat, hanem az embereket. Érted? Tehát nekünk azért van ez a szervezet, mert az a dolgunk, hogy mentsük meg az embereket. Minél többet. Aki nem megmenthető, az úgy jár. Oké? Aki megmenthető, azt pedig megmentjük. Tehát ha megnézed, sok éve arról szól a történet, 50, 60, 70, 80 éve a második világháború óta, arról szól a történet, hogy elbutítani az embereket. Onnan, hogy bevezették a kötelező oktatást. És ugye itt nyugaton, ahol élünk, második világháborút követően elkezdték bevezetni a kötelező oktatást. És onnantól láthatod azt, hogy elbutítás folyik. Tehát az elbutítás azért kell, hogy azt csináljanak veled, amit akarnak. Egy buta, tudatlan emberrel azt csinálnak, amit akarnak. De nem az az okosság, hogy na most akkor iratkozz be mindenféle egyetemre, meg főiskolára, mert ugye azt tanítják az iskolában, hogy az az okos, akinek főiskolai meg egyetemi diplomája van. Nem. Az az okos, aki az élethelyzeteit helyesen kezeli. Milyen élethelyzeteket? Hoppá, ezt visszateszem ide nektek. Nézzük meg gyorsan, milyen élethelyzeteket. Itt van, az van 10 életterületed. És ezeken az életterületeken vannak élethelyzetek. És azokat kellene helyesen működtetni. Miért? Azért, hogy jó hangulatú legyél, jó állapotú legyél. Jól érezd magad a bőrödben. Ha ezeken a területeken jól boldogulsz, akkor mi fog történni? Az fog történni, hogy jól érzed magad a bőrödben, a figyelmed ott tud lenni a jelenben, és nem hibázol. Nem hibázol. És ha nem hibázol, akkor nem hozol létre a jövődre nézve problémát. Mert az összes probléma, amit az életedben megéltél, az te egy hibázásodból hoztad létre. Tehát nem helyesen cselekedtél adott időszakban, az az adott időszak lehet egy ilyen rövidebb, vagy ilyen hosszabb időszakban, és annak következtében lettek problémáid. És ez azt jelenti, hogyha az ember helyesen cselekszik, mert elég tudatos, akkor nem hoz létre a jövőben problémákat. És nem megvezethető. Átlátja a dolgokat. Kapcsolatot teremt a saját Istenével, oké?
és a saját istene jó tanácsokkal el tudja látni majd, amikor ezt meg tudja csinálni. De ahhoz eléggé tudatosnak kell lenni, hogy ezt el tudja érni. Szóval, gondoljátok végig, amiket most elmondtam. Milyen világunk lesz? Tehát itt egy-két dolog még. Tehát nem arról szól a történet, hogy te akarsz vagy nem akarsz máshol tanulni. Ha megnézed, ez úgy működik, elmennek az emberek felnőtt képzésre, mondjuk legyen egy 3 hónapos tanfolyam, és amikor a 3 hónapot elvégzik, körülbelül a fele sincs ott, mint aki elkezdte. Ha mondjuk 1 éves tanfolyamról van szó, akkor már a negyede vagy még annyi sincs. Tehát minél hosszabb, mint ha egy felnőtt képző főiskolára vagy egyetemre beiratkoznak az emberek mondjuk 4-5 évre, érted? És mire elvégzik, alig végzi el valaki. Ez a felnőtt képzés. Oké? Tehát itt nem arról szól a történet, hogy akarsz-e tanulni vagy sem. Oké? Hanem egyszerűen létre kell hozni egy jobb világot, ahhoz arra van szükség, hogy te tudatosabb legyél, ahhoz, hogy tudatosabb legyél, pedig arra van szükség, hogy tanulj. Méghozzá olyan dolgokat, amit a mindennapokban tudsz használni. Oké? Hát az egy mellékes dolog, hogy csak itt nálunk tudod megtanulni. Miért? Mert itt van előélet, tudás, tapasztalat, módszer, segítség, emberek és etika. És etikai tudás, és etika használata. Tehát erről beszéltem, de itt volt egy utolsó mondat, mentsük meg az embereket, és ezáltal az emberiséget, embereket. Na most gondold végig, történelmet hozhatsz létre, egy újkori történelmet. Kaptunk egy csodálatos lehetőséget, egy egyedülálló lehetőséget. Létrehozhatunk egy szebb és jobb társadalmi formát. Annak ellenére, hogy ez van. Tehát a jövő az emberiség számára nem a pusztulásnak kellene lenni, hanem egy virágzó olyan korszaknak, ahol még pénzre sincs szükség. Érted? Na most mondok példát. Mit tudom én, mondjuk a te családi vagyonodat hasonlítsd el össze mondjuk a Rothschild család vagyonával. És akkor rájössz arra, hogy ugye a Rothschild családban is van egy családfő, meg a te családodban is van egy családfő. És akkor rájössz arra, hogy mondjuk a Rothschild családnak a vagyona az mondjuk 1 milliószor több, vagy 10 milliószor több. Érted? Na most azért megkérdezném, hogy szerinted a Rothschild család feje az 10 milliószor értékesebb ember, mint te vagy? Akkor nem gondolod, hogy azért olyan gazdag, mert átverte és kihasználta az embereket? Hm? És kizsákmányolta őket? Nem gondolod? És ha megnézed a Rothschild család történelmét, mert bármelyik családét, amelyik ilyen ultra gazdag, akkor azt látod végig, hogy hányszor verték át az embereket, tömegeket hányszor vertek át. Nem az lenne a normális, hogyha valaki itt él ezen a bolygón, akkor annak alapján lenne megítélve, amilyen értékes ember ő. Honnan tudni, hogy ki milyen értékes? Mit képes létrehozni? Nem? Nem annak alapján kellene megítélni? Hogyha valaki nem hoz létre semmit, akkor odaítélni. Ha valaki rombol, akkor odaítélni, nem? Ha valaki értékeket hoz létre, akkor odaítélni. Valaki nagyon nagy értékeket hoz létre, akkor odaítélni. És körülbelül a vagyonának ugyanolyan arányban kellene lennie, nem? Nem gondolod? Mint amilyen értékes személy. Tehát azt gondolod, hogy náladnál 1 milliószor, 10 milliószor, 100 milliószor értékesebb emberek vannak? Hm?
Pedig annyival több a vagyonuk. Tudod miért? Mert az emberek zsírján gazdagodtak. Az emberek kizsákmányolása révén. Tehát korszakalkotó lehetsz. Korszakalkotók lehetünk. Egy új korszakot kell létrehozni. Erre megvan a pontos lépéssorozat, hogy mit kellene tenni ezzel kapcsolatban. Hogy ez ténylegesen megvalósuljon. Vagy pedig várunk, és akkor az lesz, hogy szépen drasztikusan egyre jobban elkezd csökkenni az emberiség lélekszáma. És akkor dörzsölik a tenyerüket, hogy na, akkor megvalósul a kiirtó terv. Ennyi. De hát ez nem hit kérdés, amiről én most beszéltem. Csak rá kell látni a dolgokra egy kicsit. Kicsit felül kellene emelkedni a saját problémáidon, és ránézni az emberiség sorsára. Hogy hova halad az emberiség. A saját vesztébe. Szó szerint, és mi miatt? Az egyének elbutulása miatt. Hát most gondold végig, csak egy dolgot mondok. A szülők elvárásai a gyerekeik tanulmányai eredménye iránt. Tehát a gyerekek, tehát a szülők elvárásai a saját gyerekük tanulmányi eredményeik iránt. Milyen elvárásaik vannak? A legtöbb szülőnek az az elvárása, hogy kiemelkedő legyen az iskolába. És utána mit ér avval a tudással, amit ott tanul? Kitörölheti a hátsóját. Csak azért nem jó arra, mert túl kemény ez a bizonyítvány, tudod? És még föltöri a hátsóját. Még arra se jó, hogy kitörölje a hátsóját. Így van. Gondold végig. És az emberek pedig egyszerűen olyan elvárásokat helyeznek ki a gyerekek felé, érted? A szülők. Hát a PPA az egyetlen esély a tudatosodásra, a szellem és lelki fejlődésre, a boldog életre, a felemelkedésre, a szeretett kor létrehozásra. Csak úgy mondanék, föltenék egy kérdést. Mit tudom én? Eszedbe jutott most, hogy így hallgatsz engem, hogy ugye a képzések pénzbe kerülnek. Miért kerülnek pénzbe? Na most akkor megkérdezném tőled, hol kapsz te a bolygón, bárhol ingyen módszereket? Tehát nem olyan tanácsot, tehát nem tanácsokat, hogy ne ilyen legyél, hanem olyan. Jó, de hogy legyek olyan? Hát az keresd meg, hogy találd ki, hogy hogy legyél olyan. Tehát konkrét módszereket lépésről lépésre. Hol és mennyiért kapsz? Tehát ez a kérdés. Tehát hol és mennyiért? Az nem kérdés, hogy ingyen kapsz, mert ingyen nem kapsz. Tehát módszerek ingyen nincsenek. Vannak módszerek a bolygón, csak nézd meg mennyiért. Oké? Olyan szervezetek is vannak, ahol mondjuk óránként a módszereket 1 millió forintért adják. Óránként. Jó, csak hogy tisztában legyetek ezzel. Tehát ott már nem tömeges képzés van, hanem személyes. Oké? És ott a személyesen az illető óránként ennyit fizet. A módszerekért. Oké? Tehát a módszerek sehol nincsenek ingyen. A tanácsok azok vannak. Aztán vagy jó tanács, vagy nem, de a jó tanácsban nincs módszer. Nincs az, hogy hogy jutsz el A-ból B-be. Csak az, hogy juss el A-ból B-be. Oké, tehát valaki azt mondaná neked, hogy most mit tudom, át kell jutnod a föl túloldalára, akkor rögtön az lenne a következő kérdésem, de hogyan? Nem, nem az lenne a következő kérdésed, hogy hogyan? Milyen eszközzel jussak el oda? Mert az oké, hogy el kell oda jutni, de hogyan?
Tehát gondolkozz el azokon, amiket most hallottál, jó? Úgyhogy ha úgy látod, hogy szeretnél korszakalkotó lenni, illetve úgy látod, hogy ezeket a területeket is szeretnéd rendbe rakni, ezeket, és de nem ez a lényeg, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy te hiába tanulsz, a környezetedben lévő emberek meg nem tanulnak, akkor őket pusztítják el, érted? A sok tudatlan ember. Nyilván, hogy a legegyszerűbb elpusztítani egy embert, megbetegszik és meghal, de miért betegedett meg? Miért kellett neki megbetegedni? Ez a kérdés mindig, oké? Tehát lásd, hogy a tudatlan embereket el lehet úgy pusztítani, hogy fogalmuk nincs arról, hogy őket elpusztították. Mondom, fogalmuk nincs róla. Ők azt hiszik, hogy természetes módon haltak bele. Sőt, a környezetükben lévő tudatlan emberek is azt gondolják, hogy természetes módon haltak bele. Na, hogy lehet természetes módon meghalni mondjuk 40 éves korba? Mondjuk balesetbe, azon kívül, jó, baleset se véletlen, de maradjunk balesetnél, de azon kívül, ha valaki betegségben meghal, hogy? Hát az ember az ilyen 120-130 évre van tervezve a szervezete, nyilván hogyha ezt túlhajszolják, azt a szervezetet, akkor olyan mint az autó, egy autó motor, mit tudom én, elmegy 500 000 kilométert, de ha túlhajszolod, akkor lehet, hogy már 200 000-nél föladja, érted, a működést, és akkor lehet generálozni. Az embert azt nem tudod generálozni, de tudsz motort cserélni, oké? Ugye a motor a szív, azt gondolják, jó, de még más szerve is van az embernek, ha a szívét túlhajszolta, akkor túlhajszolta a többi szervét is, világos ez? De ez így működik. De ha nincs túlhajszolva, akkor képes lenne 120-130 évig élni. És akkor ez mit jelent? Ehhez képest mondjuk, ha valaki 60 évesen meghal, akkor hú, már milyen sokat élt? Hol? A felét se élte le. Vagy rosszul látom? Ha jó, de ha megnézzük, például itt van a te életed, aki most hallgatsz engem, és nem vagy itt még tanuló. Mi volt eddig az értelme az életednek? Nem kéne egy értelmet adni neki? Nem jó értelme lenne az életednek az, hogy minél több emberrel együttműködsz azért, hogy legyen egy szeretett korszak ezen a bolygón? Nem jobb lenne szeretett korszakba élni, mint egy ilyen szar világba? És nem úgy szar a világ, hogy nincsenek csodálatos dolgok, mert vannak. Nem úgy szar ez a világ, hogy nincsenek csodálatos emberek, mert vannak, csak a csodálatos emberek is ülnek a babérjaikon, oké? Tehát nem kellene összefogni, együttműködni annak érdekében, hogy minél több ember tudatos legyen. Itt van a kettes évezrednek az energiája, nem kellene megtanulnod együttműködni? Nem kellene elérned azt, hogy veled minél több ember együtt akarjon működni? Nem kellene? Jó? Hát ha úgy látod, hogy szeretnél részt venni egy emberiség megmentésében, akkor itt a helyed, ha nem akarsz megmentődni, akkor pedig viszlát. Ennyi. Jó, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáimnak. Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt az igen értékes előadást. Magával ragadó volt. És köszönjük szépen. Igen. Ez tényleg így van, mindig ahogy a mester állítja, mert én jártam gazdasági főiskolára,
Pedig ugye azt gondolná az ember, hogy hát egy gazdasági főiskolán azért lehet jó dolgokat tanulni, de ugye hát régóta itt tanulok, és összehasonlítva a kettőt, hát ha én azt tudom, hogy ilyen dolgokat lehet tanulni, soha nem megyek oda, mert egy teljesen fölöslegesen elpazarolt 5 évet töltöttem ott úgy, hogy hiába tanultam gazdasági dolgokat, miközben azt se tudtam, hogy kell önmagammal bánni, romokba taszítottam az életemet, igen, folyton vitatkoztam a párommal, a szüleimmel, gyerekem mondjuk nincsen, másokkal is vitatkoztam, tehát az emberi kapcsolataim közben romokban hevertek. A munkával is hadilábon álltam, mert aztán annyira nem sikerült ott semmi, hogy nem tudtam ebbe elhelyezkedni. Pénzem nem volt, ki kell menni külföldre, mert valamiből meg kell élni. Ugye egészen odáig jutottam magam, hogy hatóságokkal is problémám lett, mert ugye nem tudtam kifizetni a hiteleimet. Jött a végrehajtó cég. Tehát, hogy mit értem azzal a tudással, ha tudom, hogy itt ilyeneket lehet tanulni. Tehát óriási különbség van tudás és tudás közt, mert amit itt kapunk, azt bármelyik 10 területen tudom hasznosítani az életembe. És így hoztam rendbe az életemet az itt kapott tudás által. Ebből semmit nem tudtam hasznosítani, amit a főiskolán tanultam, mert még abban is kaptam segítséget, amikor vállalkozók lettünk, hogy hogy kell jól vezetni egy céget. Egy KFT-t. Azt is a Szedlacsik Miklóstól tudtam meg, tehát még abban is ő segített nekem, illetve nekünk. Ez így igaz. Igen, és te? Majd remélem én is szóhoz jutok. Nem csak, hogy így, ugye ezen is gondolkodtam, hogy vannak emberek, akik támadják a mestert, hogy egyrészt tehát ez a, hogy pénzért tudást ad. Milyen tudást? Amit a YouTube-on látsz, amit most is látsz, az nem tudás, köze nincs hozzá, az információ. Az információ a világéletben ingyen volt. Tudás módszere soha. Még a buddhistáknál sem. Cserét mindig is kellett adni a tudásért, legfeljebb nem pénzbe, de csere akkor is volt. Tehát így igaz, és amit most láttok, ez a díjmentes rész, ez nem képzés. Ezt most mondanám, ez nem képzés. A képzés majd a szünet után kezdődik, tehát 30 perc szünet után. Abba vannak a módszerek, abba vannak a komoly információk, és ott az egész előadásnak a lényege más. Ez a díjmentes rész, ez csak egy ilyen szemfelnyitogató. Így van, hogy gondolkozz. Mondjuk gondolkozz el olyan dolgokon, hogy azt állítod rá, hogy ő lehúz embereket. Mivel? Mivel, hogy 440 forintért kapsz tőle képzést, és annak még a 78%-át visszaosztja? Azzal húz le. Vagy hogy ugye vannak ilyen támadások, ilyet is olvastam már, hallottam emberektől, hogy lehúzott embereket, ugye még az anyagi területen. Tényleg? Mutass már nekem egy ítéletet, ahol őt elítélték. Mert ha ő valóban rosszat tett az emberekkel, akkor meg kellett volna, hogy büntessék, nem? Ennek kellett volna valami vonzata lenni. Érdekes módon soha nem büntették meg. Pedig nagyon sokan próbálták elbuktatni őt, Nem tudtak felhozni ellene semmit. Értitek? Tehát, hogy... Ja. Igen? Hát, bocsáss meg. Ja, bocsáss. Pont az ellenkezőjét tudom nektek elmondani. Nem, hogy lehúzott. Én hajléktalan voltam, és ma egy boldog KFT tulajdonos a párommal együtt, amit mi alapítottunk. Tehát nem befészkeltünk oda, hanem mi alapítottunk egyet. És ezt Szedlacsik Miklós módszereinek és tudásának köszönhetjük. És rajtunk kívül több pár van még itt a PPH-nál, akik ezt szintén elérték és megcsinálták. 420 forint óránként. És ebből élünk. Tehát ezt kibírom fizetni.
Igen, és még ez is ráadásul tényleg, hogy nem csak az életemet hoztam helyre, mert jó, oké, valaki ide jön azért, mert problémái vannak, megoldja, rendben van, és utána? Mert nekem célt adott, értelmet adott az életemnek. Értitek? Így van nekem is. Tehát, itt az előbb elhangzott, hogy mennyi minden szórnak ránk, mennyi minden méreg van a kajában, meg stb. Néztem egy rövid kis szösszenetet az egyik hírportáron, és azt láttam, hogy elmondom, Spanyolországban mozognak a halottak. Tehát talajradarral nézték, hogy mozognak a halottak. Ugye azt tudni kell, hogy ott nagyon meleg van, sokkal több tartósítószert raktak az élelmiszerbe, mint itt nálunk. Ettől ők meghaltak, a szervezetükbe felszívódott a tartósítószer, és nem bomlanak a holttestek. És akkor ez egy ilyen nagy szám. De mondom, basszus, hát Magyarországon eljárnak szavazni. És akkor itt jön az, hogy nem a farkasoktól kell félnünk, hanem a birkáktól. Tehát úgy le van birkásítva a nép, hogy azt csinálnak velünk, amit akarnak. Most gondolj bele abba, hogy egyre több a vendégmunkás. Vajon a te állásod az biztonságban van? Most itt a PPH-nál fél év alatt akár a 6-7 számjegyű jövedelmet is meg tudod teremteni magadnak. És ha esetleg megszűnik a munkád, akkor sem vagy szorult helyzetben, mert ha itt a PPH-nál elkezdesz tevékenykedni, akkor nagyon hamar rájössz arra, hogy ebből simán eltartod a családodat. De ha nem szűnik meg a munkád, ez egy olyan tevékenység, amit akkor is végezhetsz, hogyha semmi olyan tevékenységet nem hagysz abba, amit most végzel. És de ha nem szűnik meg a munkád, akkor is milyen jól jön majd ez a kevés kis pénz a PPH-s jövedelmedhez. És... Ja, igen. Men, igen. Na. Azt hittem, hogy mondom. Igen, de egyébként szeretnék. Igen, nem, tehát az jutott eszembe, ez, bocsáss meg, muszáj, mindenféleképpen kimondanom. Tehát nehéz úgy elmondani dolgokat, hogy a mester előadásban már elmondta a jegyzetem felét. De ezt nem mondta el, mert nem tudom, hogy hányan látják ezt át, hogy ugye tudom, hogy sok mindenkinek problémája van azzal, hogy most itt üzlet és pénzügyi dolgok is előjönnek. Megértem, mert ugye hát a nagy többsége azért jön ide, hogy fejlődjön. Persze, azért akarunk tanulni, hogy fejlődjünk. Nincs is ezzel semmi gond, ez teljesen rendben van. Viszont azon gondolkoztatok már, hogyha, mivel a mesternek mindig igaza van, tehát amiről ő idáig beszélt, az minden úgy lett. Ha ismét beigazolódik az, hogy igaza lett, és itt óriási gondok lesznek a világban, akkor itt túlélési problémák lesznek. Tehát azon fognak gondolkozni az emberek, hogy mit fogok holnap enni, vagy mit adok a gyerekemnek holnap enni, hogy fizetem ki jövő héten a számlát. Abba belegondoltál, hogy szerinted te fejlődni fogsz, amikor a túlélésedért kell küzdened, hogy miből szerzek kaját? Mert hogy még nem fizetem ki a számlát, akkor kikapcsolják, rendben van, de enned kell, mert ember vagy. Ha van gyereked, neki is enni kell. Szerinted akkor te azzal fogsz foglalkozni, hogy fejlődhetnék lelkileg? Eszedbe nem fog jutni, tudom, mert voltam ebbe a helyzetbe. Pedig engem mindig nagyon motivált a fejlődés. Ilyen vagyok. Tehát ezért is tanultam sok helyen. De tudom, hogy amíg tele voltam ezekkel a problémákkal, nem fejlődtem. Nekem is az volt az elsődleges fontosságú dolog, hogy megoldjam a problémáimat. Mert hiába hallgatom a Miklóst, a mester tanításait, amikor holnap megjön a csekk és lever a víz, hogy miből fizettem be. Nem tudom, honnan szerezzek pénzt. És akkor itt van az, hogy pontosan ezért az ő szervezete a világon egyedülálló,
mert megadja nekünk a lehetőséget. Nem kell élni vele, de ő akkor is felajánlja nekünk a lehetőséget, hogy van egy ilyen lehetőség, amivel élhetsz, hogy ne kelljen nyomorognod, hogy valóban tudjál fejlődni. Valóban tudjál lelkileg emelkedni. Na, ebben különleges ő. Így van, és én azt szoktam mondani, hogy életem legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPA-hoz, és hogy Szedlacsik Miklós mesterkócstól tanulok. Tehát, vissza légy szíves. Igen. Köszönöm. Hova? Ja, igen. Hát már írtam pár mondatot, amit szeretnék elmondani, csak hát így nehéz. Szerte a világban vannak PPA-sok. Most sorolnék párat, tehát Új-Zéland, Peru, Kalifornia, Afrika, és elnézést a többiektől, akiket kihagytam. De hát a mai napig senki nem talált másik olyan szervezetet, aki ilyen módon kezdte el fejleszteni az embereket, ilyen módon kezdte el segíteni az emberek életét, mint ahogy Szedlacsik Miklós kidolgozott rendszerével és csapatával teszi. Így van? Tudtok más ilyen szervezetről? Mert még nem kaptunk. Én még mindig nem. Tehát bátran kijelenthetem, hogy a világon egyedülálló, konkurenciamentes, gyökeresen magyar, de már nemzetközi szervezetté vált a PPH. Itt jött az, hogy az életem legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam ehhez, mivel hogy már nekünk is van külföldi üzlettársunk. Innen üdvözöljük őket. A legjobb dolog a világon másokon segíteni. Ha másért nem is, de a boldog arcokért már megéri. Ahhoz, hogy csatlakozni tudj, egy nagyon egyszerű csere által ezt megteheted. Tehát a csere az bárki számára elérhető. Jelen pillanatban a legegyszerűbb formája a pénz. Tehát a képzéseink piaci értéke 200 ezer forint, most akciósan kevesebb, mint 10%-ért ezt megkaphatod, hozzájuthatsz. Vagyis 19.700 forint, ezt hogyha lebontod, havonta 30 óra képzés van, akkor 660 forintra jön ki óránként. A második hónaptól ez mindössze 12.500 forint egy év árgaranciával, vagyis 420 forint óránként. Azt javaslom neked, próbáld ki legalább 3 hónapra. A 3 hónap piaci értéke 600 ezer forint. Most akciósan 44.700 forintért a tied. Vannak, akik sokkal több hónapra rendezték már a tandújukat. Személyesen ismerek olyan embert, aki 2035-ig előre rendezte. Tehát innen is lehet tudni, hogy a PPH élt, a PPH él, és élni fog. Tehát várunk téged is szeretettel. Ha szimpatikus volt számodra, akkor keresd meg egy PPH-st, egy szimpatikus PPH-st, vagy minket. És nagyon szépen köszönjük, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak, hogy mi lehetünk a mai rendezvény házigazdái. Köszönjük a megtiszteltetést. És akkor most 30 perc szünet következik, de még mielőtt átkapcsolunk az újaknak, mondanám, hogy át kell. Ezt mondja, te hangod mélyebb. Igen, tehát új tanulók, ne felejtsenek el átkapcsolni a zárt képzés részre. Ugye visszaléptek a weboldalra, és a kék ikonra kell kapcsolni. A szünet után párkapcsolatképzésünk lesz, folytatódik. Ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. A hölgyeim, ugye tudjátok, hogy az a pasi, aki jó az ágyban, annak nagyon rossz a memóriája. De mit is akartam ebben mondani? Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor azt javaslom, hogy nézd meg még néhány előadást a mesterünktől. Most pedig 30 perc szünet következik. Nagyon fontos információt szeretnék veletek megosztani. Úgyhogy szünet után várlak benneteket vissza. Nagyon fontos információ van. Szeretünk benneteket, sziasztok! Jó szünetet kívánunk mindenkinek!